És ismét vagyunk, srácok. Való igaz. Azon gondolkozom, hogy az ágyukat fejlesztem ki, vagy inkább a bajonettábornokokat. Hát ott a főnöket méri meg jobban. Azt hiszem, hogy Ausztriát a 20 000 velencei toszkánai katona kicsit megrekteli, szóval még francia beveszik izét, Aragont. Wow. Szegény Ausztria. Nem lesz spanyol unió, úgy néz ki. Ezt el is felejtettem. Magyarország veled mi van? Te miért nem akarsz jönni? Ja, hogy 600-as debbe vagy, ez nem jó. Ja igen, a lengyel háború kicsit nekik is betett. Ó, Lengyelországban kitört egy trónkövetelő lázdás. Milyen országban? Ja, hogy még létezik? Ja, hogy még létezik. A Hansa meg nagyon kezdett elkanászkodni, nézd meg, az egész éjszakot beszette. Na jó, de nézd meg mellette Dániát. Ja, jogos. Ezek a rohadékok így lenyúlták tőlem Stettint. Különben már lehetne jelenlétem Lübeckbe. Na mindegy. Tényleg Lübeckben én is nekem jelenlétem, van itt egy valak tartomány. Ja, van jelenlétem, csak nem csinálok ott semmit, oké. Ausztria, why you do this? 7000 kat. Na most nehéz, hogy verjétek le velenceieket, meg a toszkanaiakat. Légy szíves. Az a jó, hogy Ausztria nincs összekötetés a Toszkánával, szóval ha megszállja a tartományait, akkor azt nekem fogja automatikusan beadni. Termés a küldetésem? Reclaiming Jó, akkor azt elvesszük majd. Igazából azzal az a baj, hogyha azt elveszem, akkor a császár visszakéri. Ja, hogy a színát is elvettem volna, szóltak mindegy. Nézzük, Provence, kereskedelem, jók vagyunk. Gazdaságileg legalábbis, oké. Okay. Szép volt, Ausztria, elverted Velencét. Wow. Biztos, hogy jó volt amúgy behívni az osztrákokat meg a franciákat Itáliába? Nem tudnak terjeszkedni. Nem hát, ki tudja. Tudnak külön békét kérni Nápolytól, ha akarnak. Reméljük, nem. Ja, reméljük. Mondjuk Szabolya nincs benne háborúban, szóval Franciaország nehezen. De hogyha nagyon akar, akkor Aragóniából ki tud harapni egy darabot. Hát, ha nagyon akar. Oj! Dániel beívott a Hansa ellen. Álljunk meg egy pillanatra. Oké. Okay. Bocsánat, egy másodperc. És ismét itt vagyunk. Való igaz. Én nem az esélyt annak, hogy jelenik a pápa, mert merne. És akkor már teljünk a Hansa ellen. A rohadt életbe. Baj van? Sokan jönnek? Nem, de a Hansa szétverte a Dán flottát, úgyhogy a teljes Dán hadsereg beragadt Kopenhágába. Nice. Én meg egyedül nem bírok el a Hansával. Új pápa, 0-2-3, bakker! Ja, amúgy nekem is van egy nagymesterem, 1-4-2-es. Az örökösöm 5-3-4-es és már 40 éves. De te lettél a pápa. Illetve a pápa? Te lettél a pápa. Jó, erről nem kaptam a notification-t, oké, okay, köszi. Közparadox. Oké, okay, mondjuk a pápa. Viszont a 3-as izé miatt... Battle Pop... fos. Reménykedtem benne egy jó tábornok. Mehet tovább. Oké, okay, de azért, hogy most kaptam, hogy 15 új lehetséges tanácsadót, akiket mindjárt megnézek. Az jó, hogy te vagy a pápa, ilyen szent háború kiátkozás, ezek mind tudod. Ja, szokásos. Tudom átkozni a Hanzát? Amúgy őket lehet, hogy tényleg nem ártanak Paper Actions. Nem tudom kiátkozni a Hanzát, mert túlságosan szereted őket. Én? Igen, plusz 25 a kapcsolatod velük. Jézusom, itt de nem direkt csináltam. Blum. Ja, amúgy törlesztettem teljesen az államadóságomat, tehát már... Minden rendben van eltekintve, a 7000 rigaitól a kiépen ostomai az egyik tartományomat. Franciaországban az a jó, hogy szépen megrekteli nekem Aragont. Csak mondjuk nem értem, miért rajta áll, tehát így simán jöhetne ő is Itáliába, de mindegy. Fosztokat feltételezem. Jaja. Gondolom sokba kerül neki fenntartani ezért a hadseregét. Nem tudom, hány katonájuk van jelenleg. Tábornok 100-as tradícióval, ingyen. Pontosabban 60 dukát ér. Oké, Dél-Itália megszállva. Ó! 2-6-3-2. Nem, Firenze. What the fuck? 5 prestige minusz. Oh yeah! Megvan Heinrich von Zangerhausen a turbótábornokom. Turbótábornok? 2-6-3-2.
Nem rossz. Az, nem, az nagyon jó. Van az esemény, hogy ez a kiemelkedő tiszted van, és akkor, hogyha eleget fizetsz, akkor kapsz egy 100-as tradíciós tábornokot. Ez jó. Uh-huh. Az egyetlen bajom, most vissza kellett vonnom a flottámat. Amúgy Svédország is megtámadta Dániát. Na, ez szép. Mert Skócia meg... akarja foglalni Orkneyt a norvégoktól. Szegény Firenze, hát most kifosztjuk. Teológia... Ah, fasz, inkább vagyatok 50 dukátot, az nekem jobban jön. De járt a béke. És... a litvánokkal. Közben nekem építenem kéne Rómába egy kikötőt. Ship cost. Ja, építek egy kikötőt. Én meg akkor így eládogálok, mert a Hanza amúgy megállt a 30 ezer emberével Holsteinben. Pedig nincs is erőd sehol a környéken. Paraszt lázadás van közben Toszkánában. Gyönyörű. Wow. Jó, francia, szépen megszállja nekem ezt. De Belászigeteket valahogy elveszem. Ó, Aragon külön békével kiszállna. Ó, ingyen jó Grublinra, szuper. Majd is kis... szünet? Meg 10 év francba. Oké, okay, neveljük Neumark és Berlin védelmét. Tösség Franciaország, remélem ez neked megfelel. Na, akkor rigaiak újraépítették, teljes acsonyokat és jöttek még egyszer. Odaadtam a franciáknak Rauschillon. Ja, az jó. Az, azt úgyis mindig letarolják valamikor. Ja, meg elkértem egy rakat pénzt magamnak, meg odaadta nekik Rauschillon, tehát most legyenek boldogok ennyivel. Meg amúgy ez a nő a kapcsolatom így velük, meg minden. Azt hiszem, hogy volt is valamelyik EU3 mod, amiben ez egy ilyen tipp volt, hogy vár 100 évet és Roussillon francia lesz. Ja. Velence, te nem akarsz kiszállni? Rá sincsen komolyabb szükségem. Még nem. Hogy van nekem ilyen rohadt sok pénzem? Havonta 10 a bevétel, azt nem tudom, hogy csináltam. Maintenance, meg ilyen. Az volt nekem 2,33-as infláció, mert szerencsére megy lefelé. Azért, mert van egy infláció redukálom. Ja, vettél fel egy tanácsadót? Ja, egy fos pápám. Azért köszönte pápádat, de szartát, így most. Szép. Kiátkozom egyébként Nápolyt? Már muszáj. Háborúban állunk, de hát most minek átkozzuk ki? Ó, remek, most jöttem rá. Amíg ennyire imádod Ausztriát, nem tudom őket kiátkozni. Sorry. Nem is baj, nem ők lesznek a császárok, egy valaki támogatja őket. Ja, a cseheket meg én imádom, szóval nem akarom őket kiátkozni. Ó, mit tudok csinálni? Ó, növeltem az áresztemet és kapatok érte misszionárius erősséget, kösz szépen. Ó, már békéznétek, mi? Ah, most már Ausztria is bekenített a katonáival. És a franciák is mennek segíteni. Hova? Hát az osztrákoknak. Én nem látom, hogy ők merre mozognak egyébként, tehát én csak a te csapataidat látom. Jó van, mit is kell meghódítanom? Firenzét? Ferrara a célpontod. Ferrara? Ja. Az még messze van. Hívjunk fel kellene egyébként keresztes hadjáratot? Ja, már hívtunk a törökök ellen valamikor. Törökök ellen. Jaja. Mennyi a katonaitek? Ám most, ha csak 7 évvel vagyok lemaradva, akkor ezt nem vesszük már meg a következő üző. Miért vagyok én a pápa, ha nem tudok senki, csak kiátkozni francba? Na, Verence, nem, továbbra sincs béke. Szarügy. Jó, akkor elvesszük Pízát, a kikötődettek is, szaros. No. Meg a pénzedet is. Fuck you. Jó, ja, toszkánok? Ha? Oké, lejárt a pomeránt tűzszünetem. Akarok magamnak pomeráni? Ó, a pomeránok szövetséges a csehekkel, szóval nem akarok magamnak pomerániát. Ó, és senki nem lépne be? Pláne jó. Ó, Moszkvának 606 az adóssága. Magyarországnak meg még mindig 600 körül lebeg. Aj, így gondok lesznek, mert beveszik emált. Francban vettem emált. Na mindegy, jön a turbótábornok. 5-tel magasabb a sokkon, mint a szerencsétlennek, wow. Nagyon magas a... hogy hívják a... ezzel, hogy Pízát elvettem. Az Aggressive Expansion? Aha.
Ki koalíciózott be? Még senki. Ó, oh, Dánia bejvont Mecklenburg ellen. Miért ne? Női csak Brandenburg van, aki nagyhatalom és őket úgy csekomálom. Velencét, Nápolyt fogja felbaszni. Jó, hát ezek nem igazán érdekelnek. Azt hiszem, a Hanzától kérek egy külön békét. Ah, nem fogadják el, mert... Mert Hanza is making any okay. Mi az? Azt mondja a Römet-Romai császár, hogy adjam vissza a területét. Hát, ez hülye. Ja, Píza. Ja. Már a Píza császárság? Wow. Fura. Egy kicsit felbasztam a környezetben beélőket, de majd egy 10 év béke aztán jó lesz. Ajaj, ez így nem néz ki jól. Mecklenburgiak meg a Brandenburgiak nekem ugrottak, mert komolyan veszik a háborút. Mindegy, jó lesz ez. Nézd meg a területemet! Ja, látom, terjeszkedsz, mint a fene. Hogy néz ki? Milyen nézős tengerpart nélkül élni túl? Tunézia? Ez... Toszkán? Majdnem. Végül is egymás mellett vannak. Oh! Fuck! Poli... Ausztria a császár. What? Ez hogy történhetett? Az utolsó pillanatban gondolom behasburgoltak valakit. Jézusom. Get house. Mecklenburg már imád engem. Lukka szabad irodalmi város, szóval azt ott... Elfejteted egy ideig, azt hiszem. Hát 90-ig legalábbis. Ausztria, mi a véleményed? Hát eléggé szarban vagyunk, nem gond, nem gond. Szabad, hogyha szabad irodalmi város, akkor is így fogja és kiugrik. Azért egy kicsit érdekes. Ja, Luka, persze, ez a kiugranak, az nem lesz gáz. Wow. Most van egy rakat pénzem, szóval be kéne fektetni valahova. Mondjuk a trade lenne a lényeg. Amiben nem tudom, hova te építsünk. A Nápolyba és Rómába építünk egy trédes épületet. Na, verjük szét ezt a rigai szerencsétlen bogást. Jaj, el is felejtettem én a gyorsan autómiázok, hogy kevésbé legyenek agresszívek a drága délitáliai barátaim. Ó, szegény Dánia. Hát azt hiszem, ezt a szövetséget cseszhetem konkrétan, szóval... aztán fel is vontam. Dániával? Vagy várjál, a háború közepén aztán nem tudom. Ja, de oké, felbontjuk oda a szövetséget. What the fuck? Felbontottam a szövetségemet és ezért vesztettem stabilitást, ez mióta van? Jó kérdés. Két stabilitást vesztettem for some reason. Jaj ne, azokat utálom én is. És te kivel háborúzol? Pontosan? A Hanzával, meg Rigával. Meg Oldenburggal, meg Kölnel, de azokat leszarom, meg Mecklenburggal és Brandenburggal. Mindkettő Dánia miatt. Take Modena, Cassius Belli, hát fantasztikus. Castilia valamiért hirtelen már nem annyira friendly velem, szóval nem tudok velük szövetkezni. Livóniában meg van egy Rurikovics nagymester. Wow. Nem is tudom, hogy itt még vannak Rurikok. Ja, Moszkvába valahogy visszakerültek Rurikok, ezt hogy csinálták? Jó kérdés. Növeljük a presztízsünket, a háborúban néha megy. Még Ausztria és Franciaország is szeret, addig nincs para. Hm. Az Ausztriát pont leszarom, de Franciaország jól jön. Ja, azt értem. Hm. Remélem, hogy rohadt Dánon nem fogják felajánlni valamelyik tartományon a Brandenburgnak, vagy ilyesmi. Az aminek vannak néha ilyen seggfej húzásai. Píza bekorozva. Amúgy Brandenburgi elkezdett nyugatra vándorolni. Tényleg... Hát én kiadtam belőlük Berlint, ők meg így elmentek és vették Altmarkot. Hát ők menekülnek előle, látom. Brandenburgot. Mi van, ha lemegy a Devotion? Nem jó. Csökken az adó, csökken a presztízsed, csökken a pálvai befolyásod, bár az neked nincs, meg ilyenek.
Meg azt hiszem nagyobb eséllyel kapsz ilyen fuck you minusz egy stabilitási eventeket. Azt hiszem, hogy amíg... Hát igen, a Kingdom of Godhoz üzékel. Észak-Itália, nem mindegy. Az kell hozzá mindig itáliai királysághoz. Hát de jobb, hogyha van dél-Itáliád is. Hát persze, az alapja, legalább délről nem tudnak elkapni. Kedvencem nekem az volt, amikor aztán Milánóval játszottam, megalapítottam Észak-Itáliát, és így két héttel rá kaptam egy personal uniót Spanyolországgal. Kedves. Mhm. Jó, viszont... Szegény Mecklenburg. Éppen bevette volna az egyik városomat, aztán pont lemorzsolódott annyira, hogy ne tudja folytatni rendesen az ostromot. Megvetném ezt a technológiát, de... És ez milyen event már? Azt mondd már meg! Mi történt? Jézusom! Minusz egy stabilitás, de cserében minusz 10 reform desire, hát az meg. Most inkább ezért 100, nem tudom mennyi pontért Provence-ot asszimiráltatom. Mert van elég pontom hozzá, nem akarok még abban tekbe fejlődni, mert vörösleges. Hát amúgy nem árt. Amúgy miért nem tudod akkor a production-edet valahol? Van egy rakás ilyen bortermő tartományod, nem? Ja. Yeah. Nem lenne jobb az, mint a kultúra tolás? De egész nem rossz ötlen. Meg hogyha megvan a Kingdom of God-od, akkor aztán úgyis elfogadottá válik az összes itáliai kultúra. Hm? Jó, de az Provence. Az más. Ja, tényleg Provence az Provence, ja. De az meg elfogadott kultúra az országodban. Mindegy. Most már ráköltöttük, most már nem lehet visszavonni. Nem lehet? Dehogy nem, csak mondtam valamit. Ja, oké. Okay. Arra meg 10 Army Tradition, vagy minusz 50% defensive lesz, szuper. Mondjuk rohadt Mecklenburgiak rátörtek a végváraimon, és nem tudok oda menni, amíg nem fejezem be ezt a fucking ostromot. Jézusom, 1503-ra fogom őket átkonvertálni, akkor tényleg hagyjuk. Én visszakapom pontjaimat? Azt nem visszakapod őket. Ó, visszakaptam, jól van. Legalább egy részét. Akkor inkább fejlődjünk. Na. Van 14 ezer emberem és egy turbótábornok, amely is elfoglalták Berlin, fuck. Remélem Franciaország örül Rausil annál. Ja. Franciák. Egyébként most azzal tisztább vagy, hogy tudatosan növeld a francia terjeszkedést. Igen. Ezért téged foglak felelősségre vonni, amikor éppen elfoglalják Prágát. Az úgy kelemetlen lesz majd, de valahogy megállítjuk őket. Oké. Okay. Ó, a logikus emmi berakott 20 000 embert ostromolni télen az egyik tartományomba, ami teljesen el van vágva az összes megszállásától. Nice. Hát akkor én most itt megyek és felszabadítom mindenemet, amit a hátomban elfoglaltak. Bírni fogod ezt a háborút? Nem sok ez? Észak-Németország háborúzni? Nem én vagyok a war leader. Ja, akkor végül is tök nélkül. Dániel mellett vagyok benne. Hát jó, amíg a dánok nem azzal próbálnak meg kiugrani a háborúból, hogy átadják a Brandenburgnak a fél országomat. Hát ez nem lenne vicces. Hát nem. De ezt nem megoldom. Jó, remek. Megfordultak a rohadékok a 20 emberükkel. Szerintem mire ide érnek, addigra nyerek mondjuk. Jap, nyertem. Akkor most fordulunk. Nem, ők is fordulnak. Akkor megint fordulunk. Megint fordulunk. Oho. Csak feladják a dánok előbb-utóbb. Ja, most elég rendesen szétkapták őket. Ó, svédek már ki is békültek, akkor nem olyan vészes helyzet, mint eddig volt. Ez az influenza. Imádom, hogy berakták ezt a fos eventet. Ezt miért csinált? Hallod, van egy Bari nevű tartományom Dél-Itáliában, és a bosnyákok rá tettek egy kort. Mert a tengerpart túloldalán vagy, övék Dalmácia. Nem semmi. Első az ottománok még nem indultak meg sem erre. Hát de azért nézd meg ott a Levantét. Szíriát már bevették. Ja, még az mondjuk. Még mindig jobb, mint Európa felé terjeszkednének. Ja. Egyelőre még jobb.
Görögország ortodox. Mekkora területi követelés van a görögöknek? Sem ekkora, az, az jó. Csak az, amivel föllázadtak. Ki akar és mit? Pisa 50%-os. Hát jó, mind állok 15 ezer emberre, meglátjuk. Igen, kicsit az érdekes lenne mondjuk, hogyha így Görögország elszakad egy random genovai szigetből, és akkor így vá, megáll ide, és akkor így követelik fel Törökországot. Az a poén, hogy ezért 4,43 a bevételem, úgyhogy fenntartok, hogy 4500 zsoldost. Wow. Rohadt Mecklenburgnak a háborúja. Mi? A... Oké, arra. Úgy? Na, ez az már csökkene. Oké, aztán megint belerángottam Brandenburgiakat egy téri ostromba, szóval szépen lassan hullik a seregük. Ez jó. Kicsit túl lassan és nem elég szépen. Azt hiszem, hogy izé... Hogy... Hogy egyrészt, hogy rohadt jól néz ki most már a pápai állam. De még nem elég nagy, ez a probléma. Én már növelem az esélyt annak, hogy megint eledik a pápa. Ó!